Az Aranycsapat című musical premierje előtt fogadást tartottak, amelyen az Eto 60-as és 80-as éveinek legendái vettek részt. Mondhatnák úgy is, az Aranycsapat látogatott el az Aranycsapatra. És itt volt Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke is, aki nagyon bízik abban, hogy egyszer ott lesz Magyarország újra az európai élvonalban. Mint mondta, a szövetségnél és a kluboknál láthatóan ezért dolgoznak nap mint nap. Az elnököt arra kértünk, hogy összesítse, mik azok, amik leginkább bizakodásra adhatnak majd okot. Azt gondolom, hogy a genetika azért talán ma is létezik a magyar fiatalokban, képesek kombinatív játékra és kitartásra, és hát meg kell találni nyilván azokat az eszközöket, módszereket, hogy a legjobb felkészítést, a legjobb edzési módszereket alkalmazva megkapják. Én biztos vagyok benne, hogy a magyar futball nyilván időkérdése, nem holnap lesz, de újra ott lesz Európa élvonalában. Nagyon sok pénzt kap a magyar futball, de ez nem a profi futballba megy, hanem épp az alapok megerősítését és az infrastruktúrának a fejlesztését szolgálja. Sokkal több gyerek játszik már, mint korábban. Igaz, hogy 3000-ről 4000 fölé emelkedett csak a nézők száma, de ez mégiscsak rövid idő alatt egy 30%-os növekedés. Ha ez így halad évről évre, akkor én bízom benne, hogy el fogjuk gyorsan érni a 10000-et, és az már azért országos átlagban jelentős lehet. Hát nagyon fontos, hogy az edzőképzés terén, főleg a fiatalokkal foglalkozó edzők oktatásába továbbfejlődjünk. Látható, hogy egyre fontosabb az erőléti edzés. Ezen a területen úgy érzem, hogy tudásban nem állunk elég jó. Hát nagyon fontos az infrastruktúra, azt tapasztaljuk, ahol egy pálya megnyílik, ott néhány napon belül benépesül, tehát érdemes iskolákba, iskolaudvarokon, tereken is, ahol az önkormányzat helyett tud biztosítani pályákat építeni, most az MLS kiírt pályázatokat. Fontosnak tartom azt is, hogy átvállaltuk a amatőr csapatok versenyeztetési költségeinek a 90%-át, mármint MLS. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok kis csapat, aki azért nem tudott versenyben maradni, mert egyszerűen nem bírták fizetni a különböző díjakat, sőt a szerelés megvásárlása is gondot okoz, az most a jövőben majd tovább tud működni, és hát egyre több csapat lesz, és egyre több osztály a megyékbe is, mert azt gondolom, hogy a tömegbázis nagyon fontos, és hát következő lépcső a megfelelő kiválasztás, és úgy látom, hogy a klubokban, akadémiákon az elég jó munka folyik. Jövő évtől minden futballakadémia fog már felnőtt korú játékos kibocsátni, és azt gondolom, hogy ez meg fog látszani majd a bajnokság színvonalán is.